Eddig kicsi volt a hely, nehezen fordultak meg az autósok az Építő utcában. Az 1963-ban épült lakótelepet nem ekkora forgalomra tervezték, a parkolási gondokat azonban most megoldja az önkormányzat. A terület képviselője Kádár Tibor lakossági kérés nyomán indította el a munkálatokat. A munkálatokat egy utcafórum előzte meg, ahol a lakók jelezték azt a problémát is, hogy mivel az elmúlt 20-25 évben nem volt itt semmilyen akadálymentesítés és semmilyen járdaprogram, ezért nagyon kértek arra, hogy a lépcsőházakhoz az útról felvezető járdákat, azt próbáljuk meg az idősek és a gyerekkocsisok miatt akadálymentesíteni. Én természetesen meghallgattam őket, és képviseltem is az ő érdekeiket. Ezek a munkálatok most ezzel az út meghosszabbítással egy időben elkezdődtek. A munkákat az Építő utca 8-10-nél és 20-22-nél végzik. Összesen 12 lépcsőház bejárója újul meg, vagyis közel 200 család élete lesz könnyebb a környéken. A beruházást szívesen fogadták az itt élők, sőt voltak olyanok, akik a saját házuk előtt is kérték a fejlesztést. Lejjebb kellene jönni egyel. Nagyon-nagyon örülünk neki, mert itt már 50 éve nem volt semmi ilyesmiről szó, és most köszönjük szépen, hogy ezt megcsinálják, és hát nekünk is kényelmesebb a járás, mert hát idős emberek vannak, nagyon örülünk neki. Megoldják a csapadék vízelvezetést is, amire nagy szükség van az utcákban. Az augusztusi esős időjárás a munkák elkezdését ugyan hátráltatta, szeptemberben azonban elkezdték az építkezéseket. 11 szemetest is telepítenek a járdák mentén, ebbe a kutyaürüléket is bedobhatják az EB tulajdonosok. Átfogó közterületi rendezésre került sor a Revicki utcában. A Revicki és Endrődi utca kereszteződésébe két vízelnyelőt telepítenek, mivel esőzésekkor a terület teljesen elöntötte a víz. A régi elkorhat akácfák helyére vérszívva fasort telepítettek, és sövényt is ültettek a kertészek. Amint Csészhajban ki lett alakítva egy vízelnyelő rész is, amelyet még egyéb plusz vízelnyelő rácsokkal fog ellátni a városgazda, és a Hengersor Revicki utca sarkán pedig a balesetmentes kifordulás elősegítése érdekében a belátási szökhöz parkolásgátló oszlopokat fogunk telepíteni. Jelenleg itt eléggé gyakran parkolnak a itteni gyárterületre érkező autósok, így az itt lakók csak eléggé nehézkesen tudnak kifordulni az Üllői útra. A Liszt-Ferenc utcához még egy vízelnyelőt építenek a városgazda szakemberei. A Revicki utcában a parkolási gondokat plusz helyek kialakításával oldják meg a közeljövőben.